Hello, hello! Szia! Sok szeretettel köszöntelek a mai videóba. Hát ma csak egy rövid kitekintést fogunk tenni, viszont annál inkább fontos kitekintést beszélt a világ legnagyobb vagyonkezelő cégének, a BlackRocknak az elnöke, és meg fogsz lepődni, mit mondott a kriptóról. Én Denklem Miklós a kriptományzból, elhozom neked a legfrissebb kriptóriákat, technikai elemzéseket, altcoin, NFT, DeFi újdonságokat, hogy ezzel edukálok az internet és a pénz evolúciók a következő szintjéről ami nem más, mint a kriptó. Kérek egy kövérlákot, az azaz sok-sok szeretettel nyomd meg kérlek a lájkombot, ezzel segít el a YouTube algoritmusát, hogy minél több embernek megmutassa a videót, és ugye ezzel ők tanulnak, információt szereznek, edukálódnak a kriptoron, és ugye egyre több kripto felhasználó lesz. A menjünk is tovább, el kell, hogy mondjam, hogy amit a videóban hallasz és látsz, az nem tekinthető sem pénzügyi, sem befektetési tanácsnak, mindig tedd meg a saját kutatásodat, bármilyen formában, akár kriptoeszközről, projektről van szó, nézz utána, és mérd fel a saját pénzügyi helyzetedet, és hozz egy jó döntést, amiért vállalod a felelősséget. A piac ma rendkívül vegyes képet mutat, van pár altcoin, ami lejtmenetben van, például Maker, de ugye Maker az elmúlt napokban, hetekben viszont elképesztően emelkedett, de látjuk Phantom, Lido Finance, Ape, Mina protokoll is lefele tart, K szolana, elképesztő módon pampolódik, Axis és Pulse Chain is megindult a Bitcoin Ethereum enyhén mínuszban, Bitcoin újra visszőtt a 30 dollár fölé, tegnap kirázta a longosokat, én már nagyon várom, hogy mikor fogja kirázni a sortosokat. Ugye Binance kapcsán megindult megint a pánik, hogy ugye Binance-et több magas szintű vezető dolgozó elhagyja, és ugye ez az egész, mint a Binance, aki, aki ugye felnőtt, mint egy kripto startup, és ugye, hogy most jönnek a nagy-nagy tradicionális pénzügyi szereplők a kriptóba, kvázi, hogy ki akarják, hogy mondjam, csinálni, vagy átvenni a piacát, ugye sok-sok minden kering a, a, a levegőbe viszont ne felejtsük el, hogy lehet, hogy ez a helyzet Amerikába, de attól még a Binance-nak például Amerika egy nagyon-nagyon kis pici szelete a piacának, és ugye ott van Ázsia, meg Európa, és azt gondolom, hogy idővel a Binance is tud alkalmazkodni, illetve adott esetben lehet felvásárlási célpont, de azt gondolom ez inkább pánikkeltésre szolgált a Binance hír. Sokan a BNB-t már úgy olyan híreket adtak, hogy megy le 40 dollárig innen, én nem gondolom, de bármi ugye megtörténhet. Nézzük, hogy mi zajlik a Twitteren, ugye feltétlenül kövesd a kukac Miklós Denklert, ugye rengeteg hasznos hírt osztunk meg itt a Twitteren is. Látjuk, hogy Charlie Bilelo megosztott egy csártot, amin ugye a különböző eszközosztályokat veszi számba, és ez látjuk, hogy vannak rajta zöld éve, 2019-2020 nagyon jó év volt, majdnem minden zöld volt, 2016-17 is, és látjuk, hogy melyik eszközosztály mikor hogy teljesített, egészen 2011-től 2023-ig, és látjuk, hogy a kumuláltat, 2011-től 2023-ig a kumulált teljesítmény, illetve az évesített teljesítmény. Ez alapján a bitcoin viszi a prímet, főleg, hogyha az elmúlt egy évre visszatekintünk 82,3%-kal, ha az évesített profitot nézzük, akkor is a bitcoin viszi a prímet, úgyhogy... Itt látjuk, hogy a Bitcoin után a US NASDAQ 100, ugye a 100 leg, ö, ö, legnagyobb technológiai cég, utána az amerikai nagycégek, és ugye így megyünk tovább ö, lefelé. Érdemes erre ö, pillantást vetni, mert azon, hogy a hagyományos pénzügyi szereplők, ö, alapkezelők, ö, hedge fundok, ö, ö, különböző, akár nyugdíjalapok is rá fognak nézni erre a képre, és látják, igen, tudják, hogy a bitcoin volatilis, de mégis egy folyamatosan fejlődő iparág, aminek 3 mínuszos éve volt az elmúlt 12 évben, és egyébként a kumulált profit az elképesztő éves szinten, és még az előtte lévő lehetőség sokkal nagyobb, mint bármilyen más eszköznek, vagy akár egyedi részvénynek, ezeknek mind mehet egy ilyen like, és természetesen egy megosztás is, és ezzel te is tartom gyártó leszel. Mert a másik nagy hír, ami, amiről igazából a mai videó szól, hogy Larry Fink, a BlackRocknak a vezéri azgatója, beszélt a Fox Business News, ugye ez egy hír csatorna, és nagyon érdekes dolgokat mondott. Azért is meglepő, hogy mit mondott, mert ugye a Larry Fink volt az, aki 2018-ban, 17-ben, 18-ban úgy nyilatkozott, hogy a bitcoin az nem más, mint az én pénzmosás és a, a különböző hasonló dolgoknak a valutája, és csak legyintett rá, hogy ez ebből semmi nem lesz. De ne felejtsük el, hogy Michael Saylor balátunk, ugye, akit remélhetőleg te is követsz, ugye Saylor, ez a, ez a neve, mint ugye Vitorlá, Vitorlázó, vagy Vitorlás, Vitorlázó, ő a Michael Saylor, ugye olyan Michael strategy az elnök, és olyan Michael Strategy ugye három éve vásárolgat bitcoint, és 5-6 évvel ezelőtt a Michael Saylor ugyanúgy egy, azt mondta, hogy a Bitcoin az egy csalás, a Bitcoin az semmi, a Bitcoin nem, nem fog sem erre menni, a Bitcoin nem valós eszközosztály. Most pedig ő az, aki a legtöbb Bitcoin tartja, mint egy cég, többet tart talán, mint a, a, a Grayscale Bitcoin Trust, és a pendemódák szerint akár Larry Finknek is valamilyen szinten tanácsokat ad. Egyébként a MicroStrategy-ban 6%-os tulajdonos a BlackRock, azaz az egyik fő tulajdonos között van. Úgyhogy a BlackRock már így közvetve rendelkezik egy kis bitcoin kitettséggel. Jó, oké, a Twittert megnéztük, érdemes ugye Michael Saylor ulat is bekövetni, és ugye megnézni az egyéb posztokat, és természetesen a Laser Punk NFT launchpad is bekövetni. Jó, ha már itt vagyunk, a leírásban megtalálod a grátis webinárunk linkjét, a héten tartottunk egy Web3 Gaming grátis webinárt, ha még gyorsan feliratkozol, akkor lehet, hogy meg fogod kapni az előadás anyagát, egyébként ugye mindig a, a, a Zoom linket az előadáshoz e-mailen küldjük ki, úgyhogy azért fontos, hogy itt, lefele görgetve, itt alul iratkoz fel. Jó, hát menjünk, nézzünk bele ebbe az ominózus videóba, és utána egy pillanatra ránézzünk még a csártra. Ezt a videót le fogom így játszani, úgyhogy hallani fogod angolul is, és igyekszem utána a lényeget lefordítani nem szóró, -szóró fogom lefordítani. A lényeget fogom. Ugye maga a klipnek a, illetve a, a itt az a bocsánat, nem is ezt akarom mutatni, hanem itt van. Igen, itt van. Itt van a pontos, itt bekészítettem, ugye az a. A cím ennek a videónak a Fox Business News-on, hogy hallani akarunk a, regu a szabályzó hatóságok felől, és ugye ne felejtsük, hogy benyújtották a Bitcoin Spot ETF-et, és nagyon-nagyon esélyesek, hogy ők lesznek az elsők, akik megkapják. Eddig 575 beadvány volt, amit elfogadtak, különböző ETF-ek, ugye az ETF az tőzsdén kereskedett terméket jelent magyarul, és egy volt, amit elutasítottak. É, azt gondolom, hogy tudják, hogy hogyan kell benyújtani, és ugye abban a helyzetben vannak, hogy bármi olyan dolog lenne, akkor nem hiszem, hogy visszautasítást kapnak. De ne felejtsük el, hogy az Ark Invest, illetve mások is benyújtották, az Ark Invest előbb benyújtotta, de a BlackRock az, aki a legkiterjedtebb pénzügyi tanácsadó hálózattal van ellátva, és hogyha a BlackRock, BlackRock Bitcoin ETF elindul, akkor ezek a pénzügyi tanácsadók egyből beveszik a nyugdíjtervezésbe, családtervezésbe, mindenféle tervezésbe, és mindenhol ott lesz a Bitcoin ETF a portfólióba. Mert bárki ránéz arra, amit előbb mutattam, Csádi Bileut, hogy melyik a legjobban teljesítő eszköz a Bitcoin, illetve hát ugye a kriptó, akkor be fognak kerülni a portfóliókba. Jó, hallgassuk, és meg fogom állítani, és röviden akkor kommentálom. there's bad something about But well, you were kind of skeptical yeah, I you? was skeptical because the early users were it was heavily used for let's say illicit activities um, and I think as it became more accessible and also I do believe the role of crypto is um, it is it, it, it's digitizing gold in many yeah. ways okay so let's want again skeptic legging cab ilyen tiltott és mindenféle kéte kétes ügyletekre használják, és viszont elkezdett fejlődni, egyre inkább hozzáférhető lett, és most úgy látom, hogy ez az egész kriptó, ez, ez, kezd olyan arra hasonlítani, mint az aranynak a digitalizációja. It's a, it's a, instead of investing in gold as a hedge against inflation, a hedge against the or the or the devaluation of your currency, wh whatever country you're in. Let's be clear: Bitcoin is an international asset. Most azt mondja, hogy hát ahelyett, hogy aranyba fektetnénk, ami ugye a legtöbb ország használja, illetve a legtöbb a világon mindenhol használatos azért, hogy a az infláció ellen védjük magunkat, vagy a saját valutánk leértékelődése elett ellen védjük magunkat. Nézzük meg a bitcoint, ami, ami egy teljesen nemzetközi eszköz, egy teljesen nemzetközi eszköz. It's not based on any one currency, and so it, it, it can represent an asset that people can play as an alternative és ugye nem köthető egyik meglévő valutához sem, és így az emberek nem tudnak vele úgy bánni, mint hogyha bármelyik valutát reprezentálná. I would call the foundation of BlackRock is, is right. ja, BlackRocknak az a víziója, hogy befektetünk a jövőben, a reményben, mert a, a, az a célunk, hogy ugye, hogyha nyugdíjasak leszünk, vagy az az életünk véget ér, akkor, akkor is egy szebb jövő vár ránk, és ugye anyagilag stabilábokon állunk. But isn't, but didn't hasn't the, the, the technology sort of diverged from the value of the, the digital coins? I mean, I don't know a lot of people who use the um uh the blockchain, that's the bitcoin uh, technology to transact. I know a lot of people hold bitcoin. You don't hold bitcoin, right?

Larry Fink úr tart az bitcoin, hát erre azt mondta, hogy hát én nem, de a, befektetési alapunk, ami ugye kezeli a pénzt, az igen. Viszont nem látom azt, hogy a, hogy a technológia itt hol lenne használva, hanem csak, hogy az emberek tartják. Ez, ez volt a kérdése. Not bad. Well, no, I actually believe the underlying technology is fantastic because really? blockchain will help you accelerate the processes of mm. transactions. The blockchain will help you identify. I mean, let's be clear. If you have a pure Blockchain. Ugye annyit, annyit, mond, hogy de én teljesen, teljesen, értem és oda vagyok a technológiáért, ez ugye föl fog gyorsítani mindent, és sokkal több dolgot fog lehetővé tenni. Jó, a, ugye itt nem fogom végig vetíteni az egész videót, ez volt úgy nagyjából a lényeg, hogy felhozta, hogy a kriptó, és nem csak a bitcoint emlegette, hanem a kriptót is emlegette, ugye az új digitális arany, és ha csak a bitcoinra gondolunk a mostani kb. 400-500 milliárd dolláros market cap és ránézünk az arany 13 uh, billió dolláros uh, uh, market cap-ére, akkor látjuk, hogy a bitcoinnak van körülbelül egy uh, majdnem 3-4 szeres növekedése, uh, ahhoz képest, uh, nem is 3-4 szeres, bocsánat, majdnem 30-40 szeres növekedése, ahhoz, uh, ahhoz képest, hogy elérje az aranypiaci kapitazáciát, szóval még rengeteg növekedés kell ahhoz, hogy utolérje az aranyat. Egyébként ugye ebben a felvételben beszélnek még arról is, hogy hogy maga a, a blokklánc és a kriptotechnológiát használni arra, hogy a hagyományos pénzügyi termékek is blokkláncra kerüljenek fel, és innen már csak egy lépés egyébként, ha van egy bitcoin ETF, az a különböző eszközök digitalizációjáról, tokenizációról beszélt. Nagyon jól tudjuk, hogy arra jelenleg ugye legalkalmasabb az Ethereum smart kontraktok, és hogyha már megvan a Bitcoin ETF, akkor onnan egy lépés lesz, hogy egy Ethereum ETF, illetve Ethereumon épül termékek, és hogyha már Ethereumon vagyunk, akkor nézzük meg, hogy milyen olcsóbb, gyorsabb layer egy blokkláncok vannak, onnan akkor jöhet Solana, Avalanche, vagy bármi más, ami éppen adott esetben technológiai és innovációt fog hozni, mert technológiaiak is tekint a BlackRock rá. Ennyi lett volna a rövid BlackRock ismertető. Én azt gondolom, hogy a BlackRock ETF az nagy-nagy áttörést fog hozni. Ez jelenleg nagyon, hogy mondjam, hot topikat a Twitteren. mindenki erről beszél, és ugye az árfolyamban viszont ezt nem látjuk, és nézzük meg egy picit az árfolyamot. Szóval az árfolyamban ugye jelenleg nem látjuk ezt a nagy hurrá optimizmust, Ugye azt látjuk, hogy a 25 ezer dollárról följöttünk ebbe a 30 ezer dolláros régióba, és konszolidálódunk most már több mint 20 napja. És ugye tudjuk, hogy ez az oldalazó piac, ez a leggyilkosabb, mert nincs egyértelmű mozgás. Viszont látjuk, hogy óriási átszórások vannak. Tegnapi gyártja óriási 5%-os két végpontot járt be a múlt pénteki gyártja jóformán ott nyitott, ott zárt, ahol ugyanazon a ponton, és bejárt 5%-ot, és nem tudtuk meglépni ezt a 31 ezer dolláros törést, viszont ugye látjuk a csárton, hogy vannak azért lefele horizontális szintjeink, és ezek a horizontális szintek, horizontális támaszok egyelőre tökéletesen működtek, illetve a múltkori 25 ezer dollár is ugye egy nagyon erős szintünk, ahol felpattantunk. A én véleményem szerint az, hogy a, itt 29 .000 és 31 ezer dollár között konszolidálódik a bitcoin, ez egy erő gyűjtés jele, a dominanciája még mindig nagyon erős, ugye 50 körül, ezt pont tegnap néztük a patreon úgyhogy én arra számítok, hogy itt lesz egy kitörés, de jelenleg, jelenleg kicsit, hogy mondjam, én, kirázós, ez a, úgy hívjuk, hogy csopi, ilyen csapkodó mozgás zajlik, ami kirázza azokat az embereket, akik adott esetben itt vásároltak, és nem megyünk tovább fölfele, eldobják a bitcoint, eladják, és ugye jönnek és megveszik a nagyok. Ezzel egyébként, hogy spot bitcoin ETF lesz, ugye ott valós bitcoint meg kell venni, és custody el. És azért valljuk be azt, hogy mit vagyunk ilyen úttörőként, igen, felírjuk a 12 szót, igen, használjuk a ledger de azért de valljuk be, hogy egy egy nem kriptos embernek, aki nem beleszeretett ebbe az egészbe, hanem csak úgy részt venne, elég komplikált ez az egész, ha viszont nem tartja be, akkor könnyen ellopják tőle, viszont hogyha jön egy, jön egy komoly ETF, ahol, ahol nagyon könnyen egy megbízható szolgáltatón keresztül hozzáférnek ahhoz a bitcoinhoz, persze mi akkor sem ETF-et fogunk venni, mert mi a, a, azzal, hogy közvetlenül a saját birtokunkban van az eszköz, ettől érezzük jól magunkat, de az emberek többségének oda ki, ez lesz a megoldás, és azt gondolom, hogy elképesztő dolgok fognak jönni. Ezt nem gondoltam volna pár év, hogy a világ legnagyobb vagyonkezelő így fog nyilatkozni a bitcoinról. Ez mindenképpen egy áttörés, és ne felejtsük el, hogy az SEC az csak egy hatóság, és valójában a bankok állnak ott mögötte, és majd azért a BlackRock úgy szerintem helyre tudja igazítani az SEC-t, hogy akkor merre is van az előre. De az egész csak egy színjáték, ugye nem lehet egyből mindent csak így kitárulni. Kell, hogy ez izgalmas legyen, kell, hogy a régi szereplők, Binance, egyebek meg legyenek egy picit gyengítve, és ugye utána könnyen átveszik a terepet a nagy szereplők. Super, köszönöm, hogy megnyomta a lájkot, köszönöm, hogy itt voltál. Nézd meg az egyéb ö, videókat is. Várunk szeretettel a csatornánkon, valamint gyere a Telegram csoportomban Látjátok itt a mai emelkedést már. Ö, Pénz esővel kezdték itt jutalmazni a tagok. Van egy érdekes uh, csárt itt, hogy hogy néz ki, a, amikor a spot bitcoin uh, kijön, akkor uh, az összes pénz bitcoinba fog folyni, és minden más meg lefele fog menni. Úgyhogy vannak itt érdekes uh, dolgok. Gyere a Telegramra, nézd meg a pinelt uh, üzeneteket. Uh, hamarosan indul egy olyan projekt, amiről még nyilvánosan videót uh, nem tudunk készíteni, ami egyébként egy uh, elképesztő kereskedést használ ö, 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 olyan módon, hogy a saját tőzsde számládon tartod a, a kriptoeszközöket nem kell beküldeni sehova és a te tőzsde számládra rá van csatlakoztatva egy automata ami kereskedik ö, bármi, bármit csinálsz, alszol nyaralsz, akkor is kereskedik és egész szép profitos azaz ö, havi átlagban eddig 100% feletti profitokat generált, persze ugye van egy kis tőkártétel, van egy kis kockázat, de ezekről szívesen hírt adunk, Gyere béd a telegramunkba, nézd meg a pinelt üzeneteket, és ezzel kapcsolatban találsz itt is információt, illetve van erre egy külön csetünk, és nézd meg az egyéb pinelt üzeneteket. Az NFT szignálokkal nagyon-nagyon sikeresen trédeltek, és már hölgyek is trédelnek, erről is volt szó, illetve ugye az egyéb hírek, valamint a projektjeink, mint amiket ugye megtalálsz a Pinelt üzenetben, mint a Gaming Metapro, mint pedig ugye a Tézi, a mesterséges intelligenciával való kereskedés. Ez nagyon-nagyon izgalmas. Valamint megtalálod itt a Pinelt üzenetben, hogy lesz egy kripto találkozó Szegeden. Ez július 29-én lesz. Itt a Pinelt üzenetben megtalálod a Facebook eseménynek a, a linkjét, illetve van egy jelentkezési lap, egy Google Sheet, feltétlenül nézd meg, én is ott leszek, ott lesz Planta Kivica és Szabó Péter barátom a feltétlenül gyere, várunk szeretettel, nagyszerű, nagyszerű kriptó rendezvény lesz. Örülök, hogy itt voltál, találkozunk a videókban, a Telegramon, valamint ugye várunk szeretettel a Rátis webináron, és természetesen minden, ami kriptó a Twitteren zajlik, úgyhogy Twitteren is találkozunk. Fantasztikus hétvégét, jó strandidőt, hello, hello, szia!